Előre csomagolt dobozokban vihetik el a szülők a nyári időszakban a melegevédet. A vakáció alatt is biztosítják az önkormányzatok az étkeztetést azoknak, akik szociálisan rászorultak, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak és igényelték azt. A 700 lelkes Balsán is biztosítják a nyári gyermekétkeztetést. Itt az önkormányzat saját konyháján főzik az ebédet a rászorulóknak. Minden évben, én azt gondolom, hogy már több mint egy évtizede a szociális gyermekétkeztetést mindenképpen megoldjuk Balsán. A konyhánk, a Balsai önkormányzat konyhája az éven is egy 23 gyermeknek egy közel 55 napig biztosítja a szociális étkeztetést, meleg étkeztetés formájában. Kálóseményben is biztosítja az önkormányzat a nyári időszakban a gyermekeknek a meleg ebédet. Évente nagyságrendileg 45 fiatalt étkeztetnek. Az önkormányzatunk az elmúlt évek folyamán folyamatosan részt vett a nyári szünidei gyermekétkeztetésben. Nagyságrendileg 45 gyermeknek a szünidei étkeztetését viseli az önkormányzat a kormányzati támogatás igénybevételével. Emellett azon gyermekek, akik nyári táborba vesznek részt a településen, folyamatosan lesznek ilyenek, azok is természetesen kapnak étkeztetést, napi háromszor étkeztetést. Máté Szalkán az Esze Tamás gimnáziumba várják azokat, akik jogosultak és igényelték az ellátást. A város jegyzője arra hívta fel a figyelmet, hogy ha a jogosultak egy-egy napra nem kérik az ebédet, azt előre jelezzék. Korábbi években kialakult gyakorlaton idén sem változtattunk. A szünidei étkeztetést a szociális intézményen keresztül lehet igényelni, ő bonyolítja ezt le, hiszen ez egy szociális ellátás, és az ebéd minden nap 11 és 12.30 között a már korábbi évek alapján is szokásos helyszínen a gimnázium, az Esze Tamás gimnázium konyhájában vehető át. Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogyha az arra rászorult és jogosult még eddig nem kérte, ezt tegye meg, illetve az ellátásban, amikor meghatározza, hogy mennyi időszakra kéri, hogyha valamely nap nem tudja, vagy nem akarja igénybe venni az ellátást, akkor az ebéd lemondására azon napot megelőző nap 11 órájáig kell, hogy az intézménynél jelezze. Nyíregyházán nem átvételi pontokon várják a családokat, hanem házhoz viszik az ebédet. A megyeszékhelyen 570 ilyen gyermek él, de csak 430-an kérték a szolgáltatást. Ez a család anyagi állapotához igazított kedvezmény, amelyet jegyzőtől kell kérni. Tehát ha valaki úgy érzi, hogy jogosult lenne, de nem tartozik ebbe a kategóriába, akkor kezdeményezni kell a jegyzőnél, és most a nyári időszakban azért igyekszünk gyorsan elbírálni, 2-3 hét alatt ezt megkapja. Ez többfajta kedvezményre jogosítja a családjukat, tehát ezt érdemes végig gondolni, és érdemes igényelni az, ki erre jogosult. Nagyon fontos az, hogyha valaki jogosult és nem igényelte az étkezést, mert ezt jelezni kell előtte, hogy annyi adagot főzessünk le, ahány igény van, ez természetes, akkor mindig megteheti nyáron is. A Család és Gyermekültő Központban jelzi a Körte utcán, hogy én jogosult vagyok, nem kapom, de most már kérem. Ennek a fordítotja, hogyha valaki elmegy nyaralni, vagy van valami más elfoglaltsága, de már nem kéri, akkor kérjük azt, hogy 3 nap előtte mondja le. A nyári szünet június 17-én szombaton kezdődött, és hivatalosan augusztus 31-éig csütörtökig tart. A jogosultak eddig az időponti kaphatják minden hétköznap az ellátást.